Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ez az első főzős videó a csatornámon. Egy olyan receptet hoztam el nektek, ami talán az egyik legtöbbet elkészített receptek közé tartozik, amit az elmúlt évben megcsináltam. Nagyon megszerettük, egyrészt azért, mert részben finom édességként, süteményként is felfogható, részben egy ebédnek akár a második fogásaként is megállhatja a helyét. Tegnap főztem húslevest, és sokszor vagyok úgy vele, hogyha van egy kiadósabb, laktatóbb leves, akkor szívesen eszünk utána valamit, ami édes, de mégis úgy egészen laktató, mert most egy ilyen köles felfújtat fogunk készíteni, ami ugye a rizskoknak egy egészségesebb változata. Azért készítek róla videót, egyébként ez egy street kitchen-ös recept, és azért készítek róla videót, mert hát egész sok mindent megváltoztattam rajta, és arra gondoltam, hogy hát ha nektek is bejön majd ez a recept, hogyha megkészítitek. És hát igen, azt még elmondom előjáróban, hogy én tejmentesen fogom ezt készíteni, illetve megpróbálok a cukor mennyiségen is csökkenteni, úgyhogy ez az alapja a változtatásoknak, de hogyha ez érdekel benneteket, akkor vágjunk is bele. Lássuk, mi minden kell hozzá. 250 g köles, 200 ml víz, 700 ml tej vagy rizstej, 80 g vaj vagy margarin, 90 g porcukor, illetve én részben negyed annyi édesítővel pótolom a cukrot, egy kevés chia mag, egy csomag vaníliás cukor, 4 darab tojás és egy kevés vanília őrlemény. Egy közepes edénybe kimérem a 250 g köles. Pont annyi. És teszek bele chia magot, az csak így érzésre, mert az eredeti recept egyébként nem tartalmazza, de mivel egészséges, jótékony hatása van, és én eddig mindig chia maggal készítettem, teljesen illik bele. Úgyhogy az csak így érzésre tolok bele. Hozzáöntöm a 200 ml vizet, és közepes lángon elkezdem főzni. Ha magába szívta, akkor mehet bele a tejnek a fele is. Én ugye rizstejet használok, de szerintem nincsen mellékíze. Normál tejjel még sosem készítettem, de nekem rizstejjel eddig mindig jó volt, és megvárom, hogy ez is szépen elfőjön, megduzzadjon a köles meg a chia mag. Közben felolvasztom a vajat, és a többi hozzávalót is kiporciózom. Na most, ami a cukrot illeti, eredetileg 110 g porcukrot ír a recept. Én mindig kevesebb cukrot teszek a ételekbe, mint amennyit a recept előír, ezért ajánlottam az elején 90 g-ot, és részben negyed annyi édesítőt szoktam beletenni, aminek az a lényege, hogy negyed annyi részt kell belőle kiszámolni, mint amennyi cukorral számolnál. És akkor én úgy szoktam csinálni, hogy mondjuk nagyjából egy olyan 60 g-nyi cukrot helyettesítek ezzel, tehát kb. 15 g-nyi negyed annyit számolok ki. És akkor még körülbelül olyan 30-35 g porcukrot tettek hozzá. Beleszórom az egy csomag vaníliás, vagy hát jobb híján vanilin cukrot. Közben pedig megkavargatom az éppen fővő kölest, és fokozatosan adom hozzá a többi tejet. Egyébként alacsony lángon írja elő, nekem nem nagyon szokott odakozmálni, de a végén, amikor már úgy a nagy részét elfőtte, akkor azért érdemes figyelni. A tojásokat most ketté választom, és a fehérjét azt fel fogom verni, és ehhez akartam nektek ajánlani, hogy lehet kapni, vagy hát anno, azt hiszem én talán az Aldiban kaptam ilyen tök praktikus kis tálat,
ami egyrészt egy mérőedény, és másrészt egy ilyen külön kis peremet tudsz rátenni, hogy amit felversz benne, az ne fröcsögjön szanaszét. Szerintem baromi praktikus, úgyhogy én nagyon megszerettem ezt az egyszerű kis műanyag keverőtálat. Őszintén soha nem bénáztam annyi tojás felütésével, mint most. Lehet, hogy ki is vágtam, ha az utómunka során annyira gáznak ítéltem. A lényeg hogy nem kell nagyon kemény habbá verni, mert egyébként úgy is bele fog kerülni magába az egész köles masszába. Annyi a célja, hogy egy kicsit könnyedebbé tegye a tésztát, illetve azt akartam még mondani, hogy én mostanában rászoktam úgymond a mélyalmos tojásra. Valahogy szerintem ez a sütemény vagy koch is finomabb egy kicsit mélyalmos tojásra, de nyilván bármilyen tojásból készíthető. Mivel a csiamag eredetileg nem szerepel a receptben, ezért nyilván az is szívvel még vizet, úgyhogy ha úgy ítéljük, akkor egy kevés tejet még, vagy vizet lehet hozzáönteni. A sütőt légkeverésesre állítom, és 180 fokra előmelegítem. A köleses tálban pedig elkeverem az olvasztott vajat, és minden más hozzávalót is. Mindjárt hozzáadom a cukrot, édesítőt. És én bioboltban vásároltam ilyen vanília őrleményt, nem tudom, hogy hol lehet még ilyet kapni. Elég borsos az ára, de szerintem nagyon sokat ad hozzá az ízéhez. Ez sem tartalmaz egyébként az eredeti recept, úgyhogy én ilyenből is mindig szoktam szórni bele egy keveset. Néha nem olyan keveset. Mehet bele a tojássárgája. Végül pedig a felvert tojásfehérje is. És ha mindez megvan, akkor egy kb. 32x22 cm-es sütőpapírral kibélet, vagy kivajazott tepsibe öntjük az egészet. Mutatom is nektek, hogy néz ki. Ilyen tehát a sütés előtti állapot. Ez nem egy szép süti, cserébe viszont iszonyúan finom. És ha a sütő előmelegedett, akkor már rakhatjuk is be. Körülbelül 35 percig kell sülnie. A little longer than a few minutes later. Mutatom is nektek az elkészült finomságot. Így néz ki, mondom, nem a legszebb süti, de cserébe tényleg nagyon-nagyon-nagyon finom. Az eredeti oldalon ehhez még csoki öntet elkészítését is javasolják. Én azt nem szoktam megcsinálni hozzá, nekem így önmagában is nagyon ízlik. De lekvárral is volt, hogy már vendégségben ettük, úgyhogy nyilván lehet bármiféle finomsággal még egy kicsit felturbózni, de szerintem egyébként így önmagában is finom. Hogyha elkészítettétek, és hogyha bejött nektek, akkor mindenképpen írjatok nekem róla, vagy küldjetek képet, vagy bármi, mert tudjátok, hogy a visszajelzés az mindig-mindig nagyon klassz. És nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Találkozunk egy legközelebbi videóban is. Sziasztok!